kvantumbit. Itt a definíció az, hogy kvantumbitnek meg tudunk feleltetni bármilyen olyan zárt rendszer, aminek van kettő jól megkülönböztethető kvantum állapota, de hogyha ezt megint próbálnánk így elhelyezni, akkor nem másról tudunk beszélni elektronoknak, elektronok esetében, mint elektronoknak a spin állapotáról. Ezek olyan állapotok, amelyek vagy felfele, vagy lefele nem tudnak mutatni. Vagy fotonok esetében, mint itt a lézerpointemből is kilépő foton, vagy a lámpatestekből érkező fotonok. Ezek a fotonok, ezek igazából pörögnek a saját tengelyük körül, tudnak vízszintesen pörögni a tengelyük körül, tudnak függőlegesen pörögni a tengelyük körül. És a foton vízszintesen pörög, akkor azt mondjuk, hogy nulla az értéke, a függőlegesen pörög a tengelyük körül, azt mondjuk, hogy egyes az értéke, de szegény foton a kettő között pörög. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy mondjuk szuperpozícióval van állható. Egy kis számolásra szeretném még önöket hívni. Azt mondtam, hogy van egy kvantumbitom, ami tehát szuperpozícióban található, egyszerre van nullás és egyes állapotban. Egy más megközelítésben azt is jelenti, hogy egy darab kvantumbit segítségével én egyszerre kettő bitnyi információt tudok leírni, tehát hogy egyszerre tartalmazza a nullát, meg az egyet. Hogyha én fogok kettő darab kvantumbitet, és készítek belőle valami közös dolgot, amit regiszternek nevezünk, akkor egy olyan valamit fogok megkapni, mint itt az ábrán a második sor látható, aminek négy különböző állapota van. Mert lehet az, hogy ennek a kettő bitemnek az értéke az, hogy 0-0, lehet az, hogy 0-1, lehet az, hogy 1-0, vagy lehet az, hogy 1-1. Ezt a négy állapotomat egyszerre tartalmazva a kvantumregiszter. Hogyha fogok négy bitet, és ebből készítek egy kvantumregiszter, ez 2×2×2, azaz 2/4, azaz 16 állapotot fog tartalmazni egyszerre. Ha fogok 500 darab bitet, kvantumbitet, nem kell ennél többet, akkor az 2/500 állapotot fog tartalmazni, ez több mint égen a csíra. 2/500 bitnek a segítségével már nagyon sok mindent el tudok egyetlen egy regiszterbe tárolni. És miért is érdekes ez? Ezt az előadást egy hagyományos számítógépről vetítem, amely hagyományos műveleteket hajt végre, különböző bitekkel operál. Beolvas egy bitet, kiolvassa, mert hogy kiírja a bitnek az értékét. A kvantum számítógépben az az igazán ütős dolog, hogy nem egyszerre egy kvantum bitet kezel, hanem mondjuk 2/50 bitet kezel egyszerre. De ennél a példánál maradva 2/4, azaz 16 bitet kezel egyszerre, és ezen egyszerre tud elvégezni különböző műveleteket. Ez azt jelenti, hogy hatalmas számítási potenciál van a kvantum számítógépeknek a világában, akár 2 milliószor is gyorsabbak lehetnek, mint a hagyományos számítógépek. Én szeretnék mutatni jó pár példát arra, hogy miért is érdekes ez a gyorsaság. Egy ábrával készültem még, csak azért, hogy azok számára, akik otthonosan mozognak az informatika és az algoritmusoknak a világában, és el lehessen helyezni a kvantum számítógépeknek a világán. Vannak olyan problémáink az életben, amiket át tudunk fordítani különböző algoritmusoknak, és vannak olyan algoritmusok, amelyeknek a megoldási igénye az kvázi emberi időben elvégezhető. Ezeket jelöli ez az ábra itt P problémákban. És vannak olyan algoritmusok, amelyeknek a megoldása az pedig nagyon-nagyon-nagyon sokáig tart, hogy én ezt ki akarom számolni. Számítógépek segítségével is lehet, hogy évtizedekig vagy évszázadokig tart, hogy lehet, hogy egyáltalán nem is tudjuk kiszámolni számítógéppel, ezek pedig az NP problémák, ez egy nagyobb halmaz. Az is jelen pillanatban még egy kérdés egy csomó kutató számára, hogy a P részhalmaz-e ennek az NP halmaznak, vagy sem. De a kvantum számítógépek tekintetében az a sejtésünk, hogy egy kvantum számítógép minden olyan problémát, mint egy hagyományos számítógép gyorsan meg tud oldani, tehát itt a P világba tartoznak be, azokat ő is nagyon gyorsan megoldja. Egy csomó olyan problémát, amivel először kötöl a laptopon, a kvantum számítógép nagyon-nagyon gyorsan meg tud oldani, és vannak olyan problémák, amelyek a kvantum számítógép előtt is nagyon lassan, nagyon nehezen megoldhatóak. És miért is érdekes ez számunkra? Azért, mert 1995-ben egy Peter Shor nevű ember, itt most vagyok a képen, kitalált egy algoritmus, egy kvantum algoritmus, ami alapvetően változtatta meg
nagyon sok nemzetbiztonsági ügynökségnek a kvantum technológiához való hozzájárását. Az algoritmus az viszonylag egyszerű, vizuálisan ide felrajzoltam az ábrára. Nem fogok belemenni az algoritmusnak a működésébe, azt szeretném megmutatni, hogy mit is csinál sornak az algoritmusa. Előtte egy kis kitekintő, csak hogy el tudjuk helyezni sornak az algoritmusát a világra. A kommunikációs kényszer az már évszázadok, évezredek óta velünk van, nagyon az az igény is, hogy úgy juttassunk el egy üzenetet egy távoli félnek, hogy ahhoz más ne férjen hozzá, akire nem tartozik rá az adott üzenet. Ugye itt a hétvégi osztrák eseményeknek a tükrében akár videótitkosítással is lehetne foglalkozni, de nem erről szeretnék beszélni, a kommunikációnak a titkosításáról. Ezzel már az ókori görögök is foglalkoztak, nagyon egyszerű megoldásuk volt. Ugye Görögországra büszkék vagyunk a demokrácia miatt, de előtte egy rabszolgatartó társadalom voltak, és hogy el akartak juttatni egy üzenetet az egyik gazdától a másik gazdának, hogy volt egy nagyon egyszerű megoldás, fogtak egy rabszolgát, leborotválták a fejét, ráírták a fejére az üzenetet, kicsit vártak, hogy megint a haja, majd elküldték a rabszolgát az üzenettel, megérkezett a címzethez, aki leborotválta a rabszolgának a fejét, és ott el tudta olvasni az üzenetet, amit küldte számára. Nyilván ezt lehet látni, hogy a rabszolgák számára legalább annyi út jelentetett, hogy egyfajtában rövid hajuk volt. Nyilván akkor okozott ez csak nehézséget, hogyha útközben egy támadó megállította őket, és tudta azt, hogy a rabszolga fején az üzenet rajta, akkor ő is leborotválta, és rögtön hozzáfért az üzenethez. Tehát ez nem volt egy igazi titkosítás. A rómaiak ezt továbbfejlesztették egy Cézár kerék nevű megoldással, nagyon egyszerű ennek az alapkoncepciója, ráírjuk a betűket egy belső tárcsára, az ABC-nek a betűit, ráírjuk az ABC-nek a betűit egy külső tárcsára, és utána ezt a két kereket elfordítjuk egymáshoz képest. Tehát ha én szeretném leírni azt, hogy Bismarck klub, akkor nem azt írom, hogy Bismarck klub, hanem a B betű helyett írok egy L betűt, az L betű helyett írok egy H betűt, az S betű helyett írok egy V betűt, és így tovább, és így szépen össze-vissza értelmetlen karakterek sorozatának tűnő információt küldött tovább. Persze a Cézár kerék is nagyon könnyen törhető. Ha tudjuk azt, hogy melyik a leggyakoribb betű egy adott nyelvben, akkor innentől kezdve el tudunk kezdeni egy támadást. Apropó, melyik a magyar nyelven a leggyakoribb betű? Nagyon jó, hogy az el. Tehát, hogyha látunk egy Cézár titkosított magyar szöveget, akkor azonnal csak meg kell számolnunk a karaktereket, és rögtön vissza tudjuk fejteni. Ezt a németek tökéletesítették, eljutottunk az Enigmához, van egy nagyon jó film, Kódjátszma a címen, Alan Turing életét mutatja be, és azt, hogy németek olyan, mint hogy a szövetségesek olyan törték fel a németeknek az Enigma berendezését. Lényét tovább lépve eljutottunk ahhoz a megoldáshoz, amit napjainkban használunk, ezt nyilvános kulcsunk, titkosításnak nevezzük, és ez a Móricz ábra akarja ezt szemléltetni. Van egy postagalambunk, aki visz egy információt, ehhez a lezárjuk egy lakattal, egy olyan speciális lakattal, amelyhez kettő kulcs tartozik, egy kék kulcs, illetve egy piros kulcs. A kék kulcs az teljesen nyilvános, bárki tudhatja, a piros kulcs pedig titkos, csak én ismerem a címzet. És úgy működik a nyilvános kulcs, a titkos kulcs, a titkosítás, hogyha bárki lezárja ezt a lakatot a kék kulcssal, akkor azt senki más nem tudja kinyitani, csak akinél a piros kulcs megtalálható. Én vagyok a címzet, akkor csak én. A kék kulcsot le lehet másolni, a piros kulcsból egyetlen darab létezik az egész világban. Nos, szóval így működik a nyilvános kulcs, piros kulcs titkosítás. Ha bárki böngészik, bejelentkezik a tetszőleges leves felületére, és ott megjelenik azt, hogy biztonságos a böngészés, ez azért van, mert a böngésző HTTPS-t használta, biztonságosan a kapcsolat, mögötte nyilvános titkos kulcs titkosítás áll a háttérben. Ezt meg is értem még egyszer. A webes világban a Facebook belépésünk, Gmail belépésünk és minden az azon alapul, hogy nyilvános titkos kulcs titkosítást használ a böngészőnk meg egy távoli szerver. Persze megjelenik még egy csomó informatikai fogalom, tanúsítvány és így tovább, de ez a mögötte lévő koncepciónak a gondolat. A nyilvános kulcsú, titkos kulcsú titkosítás egy RSA nevű algoritmuson alapul, ezt a 70-es években fejlesztették ki. És az RSA algoritmusról azt tudjuk, hogy fel lehet törni,
a törés ideje az nagyon-nagyon sokáig tart. Mielőtt tovább foglalkoznánk, én is akik kitekintőnként, megkívtam egy Marvel szuperhős, vagy egy anti-szuperhős, hogyha valaki látta, most mutatták be az Endgame-et, ez az előtte lévő rész az Infinity War-ból. Szeretném, hogyha eldekorálnánk együtt egy mozdulatot, ezt Thanos alkalmazta a filmben, akik még nem látták, hol állt alkalmazni a filmben, ez pedig egy csettintés volt. Gyakorlik együtt? Ha jól jól meg, szerencsére nem jönnek ide a bosszúállók, mert nem is eljük a megfelelő kesztyűt hozzá. A csettintés rögtön érdekessé válik. Hogyha az edesár, ami a napjainknak lévő titkosítása a világban alapul, mondjuk az itt látható, vagy itt csak egy kicsit látszódik, hogy egy laptopról tartom ezt a beloldást, egy normál laptopról szeretnéd feltörni, akkor az RSA-nak a feltörése a 152 ezer évig is eltölthet. Az RSA mögött ugyanis egy olyan algoritmus áll, ami azon alapszik, hogy fogunk kettő nap kémszámot szorozzuk össze, és utána erre a nagy számról nem lehet megmondani azt, hogy melyik kettő számnak volt a szolgálata. Csak egyféle módon tudom feltörni, vagyis többféle törés is érezni, de legegyszerűbb az, hogy elkezdem megnézni, hogy a kettő osztójának a száma, a három osztója, a négy az nem kémszám, azon nem nézem meg, öt osztója, és így tovább is így szép egyenként végigpróbálok a számot. Elég nagy ez a szám, akkor akár 152 ezer évig is dolgozhat fel a számítól. Én könnyen dobálózok innét számokkal 10-9-en, meg 152 ezer év, de a 152 ezer évet el tudjuk helyezni, ez az az idő, amelyet az ember elhagyta Afrikát, és eljutottunk addig, hogy Elon Musk a piros Tesla-ját napkörülpályára helyezte. Jó, ennyi minden történik 152 ezer év alatt, és a számítógépünk még mindig csak próbálgatja, hogy osztulja ennek a számítógépünk. És ennek nagyon örülünk, mert amiatt, hogy egy hagyományos számítógép nagyon lassan tudja megtalálni, hogy milyen számok osztulják a nagyon nagy számra, ezért vagyunk biztonság abban, hogy biztonságban van a kommunikáció. Ha kvantum bitekből kvantum regisztert építünk, és ebből kvantum számítógépen, akkor alapvetően változik meg a törés idő, egy másodpercre, egy csettintés időre. Ez azt jelenti, hogy mihelyt lesz egy igazán működő számítógépünk, onnantól kezdve az összes webes belépésünk azonnal feltörhetővé válik, és bárki hozzáférhet ahhoz, amit kommunikálunk, akkor is, ha titkosítás alkalmaztunk, meg nem is nyilvános kulcs a titkos kulcs, ez a titkosítás. Nem véletlenül a nemzetbiztonsági ügynökségek szerte a világon hatalmas összeget töltenek kvantum számítógéppel kapcsolatos kutatásokra. Milyen jó lenne, hogyha nem lenne titkos kommunikáció előttünk. És megint informatikában jártassak, hogyha nekem azt mondják, hogy oké, akkor nem 1048-ban álló kulcsot választok, ami egy ilyen nap kulcs, hanem választok egy kétszer akkora kulcsot. Az a rossz hírem, hogy a kvantum számítógépnek a törés ideje, az a kulcs hosszában logaritmikusan arányos, a logaritmikus görbe egy ilyen elfekvő görbe. Ez azt jelenti, hogyha ennek a konkrét példának a törése egy másodperc, akkor kétszer ekkora törés, az mondjuk 1,5 másodpercig fog csak tartani. Hát én mindig nem arról beszélünk, hogy órákig dolgozik egy ilyen kvantum számítógép.